Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az M-Store csatornán, az én nevem Zsolt. Nem olyan régen a Xiaomi bemutatta a 12T családot, élén a Xiaomi 12T Pro-val, nekünk pedig már is van szerencsén kicsomagolni ezt a készüléket, megnézzük, hogy mi található a dobozban, illetve mik az első benyomásaink a csúcskészülékkel kapcsolatban. Amit a dobozon rögtön láthatunk, hogy 200 megapixeles főkamerával rendelkezik a telefon, szóval ez azért elég komoly fegyvertény, a másik pedig, hogy stereo hangzás, méghozzá harman kardon hangolással. De ne csigázzuk tovább a kedélyeket, leemelem a felelét ennek a doboznak, amikor ez megtörténik, akkor pedig rögtön egy újabb szerencébe botlunk, hogy szoktuk a salmi telefonoknál. Itt rögtön látunk egy szintűt, illetve néhány használati leírást, valamint még egy tokot is, hogy védjük a telefonnak a hátlapját. De nem ezek a legizgalmasabb pontjai a doboz tartalmának, hiszen itt van maga a készülék, a fólián pedig már is látható néhány fontos adat, a 200 megapixeles főkamera mellett például az, hogy Snapdragon 8 Plus Gen 1 hajtja, tehát a legújabb, legfrissebb androidos lapka, 120 wattal lehet vezetékesen tölteni, és 120 Hz-es amulett kijelzővel vir abszolút csúcs tulajdonságok. Milyen körbe is forgatom, de még vannak itt érdekességek a doboznak a legalján. Például egy vastag USB-C kábel, és nem véletlen, hogy ez egy ilyen vaskos madzag, ugyanis a gyártó csomagol a telefon mellé egy 120 wattos adaptert. Már eleve az is kuriózum lassan, hogy adaptert kapunk egy telefon mellé, az pedig, hogy ilyen teljesítményűt, hát le a kalappal még mindig a márka előtt, szerintem. És hát csomagoljuk ki ezt a telefont, mi már egyszer ezt megtettük, ezt azért elmondom. De hát nézzük, hogy milyen maga a készülék. Egész kecses, 8,6 mm vékony, és a hátlap ebben a gyönyörű kék színben pompázik, ami mat felületű, és nagyon gyengéden gyűjti csak az új lenyomatokat, és van három darab kameránk is. A jobb oldalra került a hangerőszabályzó billentyű, illetve a bekapcsológomb, felülre a harmankardon jelzés, illetve az infra, valamint egy hangszóró, ha pedig a bal oldalát vizslatjuk, akkor ez itt nagyon sima kis felület, igazából itt különlegességeket nem fedezhetünk föl, ellenben az aljáról többet lehet mesélni, hiszen van egy hangszoró, egy USB-C port, valamint egy tálca, amire két nanoszimet lehet rakni, de a Xiaomi 12T Pro támogatja az esim is, tehát akár a virtuális kártyát is rá lehet programozni. A kijelző pedig lényegében új lenyomatolvasóval oltható fel, aminek a sebessége és a működése rendkívül jó, nyilván nagyon ritkán tud hibázni, de hát ez már csak egy ilyen kávéház, mindjárt el is mesélek mindent a kijelzőről, illetve a hardware a teljesítményről, valamint a kameráról. Na tehát, 6,67-adadincses sík, Full HD+, vagyis 1220x2712 pixel felvontású AMOLED-panelről beszélünk, Christel Rez amuletnek nevezi ezt a Xiaomi, igazából a 120 hz es kifrissítéssel tartalomfogyasztásra maximálisan alkalmas, gyönyörű színekkel és akár 68 milliárd színányalatnak a megjelentésére képes panelről beszélünk, tényleg elképesztő. A Xiaomi 900 nit ad meg, mint maximális fénysűrűség, pontszerűen, de állítólag különböző külföldi mérések alapján ennél többre is képes ez a panel, amit egyébként Gorilla Glass 5 üveg védés Dolby Vision támogatással is rendelkezik. Hátveres téren pedig nincsennél erősebb androidos telefon most a piacon, Snapdragon 8 Plus Gen 1 hajtja ezt a készüléket, mint látható rendkívül magas pontszámokat gurított a telefon a Geekbench 5 tesztekben, Szóval mindent képes futtatni, 12 gb RAM és 256 GB-os adattároló található ebben a készülékben szóval abszolút felső kategóriás a történet, és nyilván az Adreno 730-as grafikus gyorsító is maximális érsimítások, beltások mellett látható, hogy 33-34 FPS-re is képes, Átlagosan, azért ez mindenképpen jó hír, tehát a legújabb játékok futtatására is alkalmas a telefon, és szerencsére egy fokkal még kevésbé is mint a Snapdragon 8 Gen 1, tehát jó munkát végeztek a Xiaomi-nál, illetve a Qualcomm-nál és Android 12 operációs rendszer, valamint MIUI 13 fölött az, amit megtalálható ezen a készüléken, a szokásos beállítási lehetőségekkel lényegében minden szemére tudunk szabni, widgetek, gyorsbeállítási ikonok és más egyéb szabhatósági lehetőségek megvannak ennél a készüléknél, lényegében tényleg egy jól használható rendszer ez, föl lehet készülni arra, hogy jól tájérakjuk különböző programokkal, és használjuk igazából több évig is akár egy ilyen készüléket. És amit még tudni kell róla, hogy 5000 mah kapacitású akkumulátorra rendelkezik a telefon, amit 120 mattal lehet ugye vezetékesen gyors tölteni, a vezetékmentes töltés sajnos kimarad, ellenben így már az üzemidő teljesen lényegtelen szempont, egy-két napot egyébként is bír. Ami ellenben talán még ennél is fontosabb az az, hogy 200 megapixeles a fő kamera, amivel lehet fotózni, Hihetetlen adat ez, méghozzá f 1,7-es rekesz értékű, optikai stabilizált Samsung ISOCELL HP1-es szenzorról beszélünk, mellé pedig csomagolt még a gyártó a telefon hátlapjára egy 8 megapixeles 120 fokos és egy 2 megapixeles makró lencsét, videózni pedig 8K 24 fps-ben lehet maximum, a selfie képeket 20 megapixelben lehet elkészíteni, és igazából mutatunk is pár képet, hogy milyen képminőségre képes a főszenzor nappal, azért itt láthatóak a jó fényviszonyok között készült felvételek, és közzétetszünk néhányat éjszaka is, hogy mégis mire képes ez a szenzor. Nyilván majd ti eldöntitek, hogy mégis mire elég, de azért jól látszik, hogy jó képességekkel rendelkezik, minimum legalábbis jó képességekkel, ez a 200 megapixeles új szenzor. A Xiaomi 12T Pro tehát alapvetően tényleg minden téren a felső kategóriát erősíti, 120 Hz-es kijelző, 120 wattos töltés, 200 megapixeles kamera, szóval elég sok mindent tud, de azért nyilván nézzetek körül az M-Store további kínálatában, amit a Xiaomi 12 vagy éppen a Xiaomi 12 Pro mind-mind jó készülék, és kiváló árazással rendelkeznek most már. Ez a telefon pedig még kérdőjeles, hogy mikor érkezik el hozzánk, remélhetőleg majd hamarosan, addig is álljon itt legalább ez a kis gyors bemutató és első tapasztalatos kisfilm arról, hogy milyen a Xiaomi 12T Pro, vagyis a gyártó legújabb csúcsmodellje. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, plusz kövessetek minket a különböző közösségi oldalakon is. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!